transformáció. Első körben úgy gondolom, hogy ez az, ami utat mutat abba az irányba, hogy azokat a vállalkozásokat segítsük innovatív megoldásokkal, amik révén az adminisztratív HR teendőket immár fel tudják váltani hozzáadott értéket jelentő stratégiai feladatokkal. Ugye tudjuk a Dave Ulrich modell alapján, hogy a HR feladata alapvetően egy adminisztrációs szakértői terület. Ezzel nincs is gond, ezt továbbra is csinálni kell. Ezt nem tudjuk kiváltani, viszont fel tudjuk gyorsítani, és a Nexon pont ezekre nyújt megoldást. Első körben workflow alapú, workflow vezérelt adminisztratív folyamatoknak az automatizálásával, olyan innovatív eszközökkel, mint például egy információs adatbázis kinyerésével előállt KPI, HR informatikai KPI gyűjtemény. A vezetőknek nagyon fontos, hogy tudják, hogy mikor, hol tart az üzleti terület a célok megvalósításában. Mindezt azonban nem teheti meg anélkül, hogy megfelelő KPI-ok, megfelelő vizualizációk ne segítenék a munkáját. Az adat mindaddig csak holt adat, amíg bent hever a humán informatikai rendszerekben. Ha viszont ezeket kinyerjük, összefüggéseket keresünk közöttük, innen kezdve ez már információ lesz. A Nexon Analytics termékünk pontosan ezt a megoldást fogja segíteni. Ajánlom minden cégvezető figyelmébe, hiszen gyakorlatilag a létszámgazdálkodás, a fluktuáció, bérgazdálkodás, munkaidőgazdálkodás, valamint gyakorlatilag az állandó juttatás, illetve bármilyen juttatás csomagnak a figyelembevételével, megismerésével jobban megértjük vezetőként, hogy mik zajlanak a mi tevékenységünk keretében a cégnél, milyen folyamatokat kell támogatnunk, és mi lehet az oka annak, ha a dolgozóink sajnos idő előtt távoznak, ha nagy a fluktuáció. A vezetőnek mindig kellenek helyzetjelző diagnosztikai eszközök, amik a rendelkezésére állnak, és hogyha ez megvan, akkor képes jó válságkezelést csinálni, és békeidőben is jó döntéseket hozni.